Az Európai Néppárt csúcsjelöltje is reagált végül a kormányfő szavaira, mint tegnap megírtuk. Végleg eldőlni látszik Orbán Viktor és Manfred Weber csatája. Miután a magyar kormányfő tegnap egy sajtótájékoztatón látványosan szakított a német politikussal. Mint mondta, alkalmatlannak tartja az összes csúcsjelöltet, de Webert már csak azért sem hajlandó támogatni, mert hogy a csúcsjelölt szerinte korábban azt mondta, hogy nem tart igényt a magyarok szavazatára. Persze ez hazugság. Egy március végi interjújában Weber azt mondta, hogy a Fidesz szavazataira nem tart igényt. Abban meg talán egyetérthetünk továbbra is, hogy Orbán és a Fidesz nem egyenlő a magyarsággal, annak maximum is csak egy része szavazott rájuk, de még ez sem jelenti azt, hogy egyenlőek lennének velük. Nyilatkozata óta több reakció is érkezett a néppárt részéről, melyekben egységes volt, hogy az EPP szemlátomást gyakorlatilag csak megvonta a vállát Orbán olcsó zsarolgatására. Most azonban végre Weber is reagált, aki kerekperet kijelentette, hogy sajnálja, hogy Magyarország rossz irányba tart Orbán Viktorral. Szerinte a Fidesz tagságának felfüggesztése is erről szólt, hogy a néppárt részéről kifejezzék ez irányú véleményüket. Akik már nem hisznek az értékeinkben, azoknak ki kell lépniük a pártcsaládból. Mindenkinek el kell döntenie, hogy saját meggyőződése alapján megy, vagy marad. Fogalmazott Weber, végleg egyértelművé téve, hogy a választás után a Fidesznek nagy valószínűséggel két évtized után új pártszövetséget kell keresnie magának.